Lassan elérjük a teljes foglalkoztatottságot, és olyan ország leszünk, de lehet, hogy már az is vagyunk, ahol mindenki dolgozhat, aki dolgozni akar. A közmunka világából folyamatosan lépnek át a piaci munka világába, sőt lassan már a munkáskéz hiánya jelenti a gondot. A munkaerőhiányról is szólt Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz szombati tisztító kongresszusán. Az ott elhangzottakat tükrözik a megyei és a nyíregyházi adatok is. A megyeszékhelyen 4,5%-os a munkanélküliségi mutató. Sajnálatos módon ugye az utóbbi 10-20 évben a szakmáknak a nagy része elhagyta a megyét, sőt van egy folyamatos belső fluktuáció is. A megye különböző részeiről bejönnek nyíregyházára, nyíregyháziak elmennek az országba, és általában véve, hogyha valaki akar elmegy külföldre, ugye amely már nagy szabadságot ad a munkaerőpiacon is. A következő éveknek az lesz a feladata egyértelműen, hogy itt tartsuk a magyar népességet, itt tartsuk azt a szakképzett munkaerőt, legyen az egyetemet végzett, vagy egy nagyon jó szakmát tanuló ember, akik fontosak ahhoz, hogy fejlődni tudjunk, mert munkaerő nélkül nem lesznek beruházások. A legtöbb szakmára jellemző, hogy nincs elég szakember. A statisztikai adatok szerint jelenleg 45-50 ezer ember hiányzik a munkaerőpiacról. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének főtitkára szerint a valós adatok ennél jóval rosszabbak. Szerintük 150-200 ezer is lehet a betöltetlen munkahelyek száma. Valamennyi szakmában, valamennyi szakterületen és valamilyen szintű, bármilyen szintű képzettséget nyújtó szakmával rendelkező munkaerő hiányáról beszélünk, tehát itt éppen úgy a kétkezi szakmák, ahogy a polgármester úr említette, hiányáról ugyanúgy, mint mondjuk az egyetemi végzettségű, tehát pedagógusok, orvosok és egyéb mérnökök, egyéb informatikusokból több tízezer informatikus tudna a piac most alkalmazni. Az országos munkanélküliségi ráta 4,4%-os volt az év első 8 hónapjában. A foglalkoztatottság az adatok szerint 67,5%-os, a fiatalok munkanélkülisége pedig 12,9%-on áll. Utóbbi adatnak egyik oka a szakképzettség hiánya. Vannak ugye hiány szakmáink, amiben képző tanulókat a rendszer nagymértékben, és őket várnánk is a munkaerőpiacra, és pont ez a szakképzettség az, ami igazából a tanulókat nem igazán vonzza. Mondhatok példára rá, hogy ácsállványozó, hegesztő, ápoló szépségről beszélek. Igazából itt az a megoldás lehet majd, hogy ösztöndi programokat támogatja a kormányzata a beiskolázást. Például a Szabó Kiadlóf ösztöndi program jelentkezett az elmúlt tanévben is, aminek köszönhetően a tanulói szempicit megnövekedett ezekben a szakmákban, pont azért, hogy a tanulók igazából tudnak szerezni egy ilyen kis jövedelmet, egy kis ösztöndíjat a képzés során. A megyei adatok szerint 40%-kal esett a szakközépiskolai tanulók száma. 6 éve még közel 10 000 tanultak ilyen képzésben, ez már a 5800 fő. Ezzel párhuzamosan pedig a betöltetlen álláshelyek száma is emelkedett. A korábbi 4300-ról idén nyára elérte a 6550-et a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint.